A filmek és reklámok egyik közkedvelt hatásvadász jelenete, amikor a kiskutya piros szalaggal a nyakán kimászik a dobozból a karácsonyfa alól. A gyermek és a család boldog, ez azonban sokszor csak ideig, óráig tart. A kutya ugyanis felelősséget is jelent a gazdi számára. Mindenféle időjárási körülmények között sétáltatni kell, nevelni és szocializálni, és egy betegség esetén az állatorvosi költségek nagyon magasak lehetnek. Mindemellett egy kiskutya ugat, ugrál és megrág dolgokat. Ezeket sokszor a szülők sem gondolják végig, amikor kutyust adnak a gyereknek ajándékként. Pedig ilyenkor teljes mértékben a szülő kötelessége a felelősségvállalás. Éppen ezért sok menhelyen karácsony környékén már nem adnak örökbe se kutyát, se macskát. Mi azért ennyire nem szeretnénk elzárkózni az örökbeadásoktól, viszont tény is való, hogy nagyon komolyan odafigyelünk, sokkal komolyabban arra, hogy hová kerül van egy gyerkőc a családban, hiszen ilyenkor nagyon sokan nem vallják be, de mégis kibukik előbb-utóbb, hogy hát tulajdonképpen ők bizony-bizony a fa alá szállják ezt a kiskutyát. Nem feltétlenül gyerekeknek, de van, amikor felnőtteknek, van, amikor a saját párjuknak. Mindig hangsúlyozzuk, és erről egyébként szoktunk írni is az oldalunkon, hogy ezt ne. Tehát a kiskutya, kismacska ne legyen ajándék semmilyen szinten. Már csak azért sem, mert nem biztos, hogy a leendő gazdi életstílusának, habitusának és igényeinek megfelelő kutyát választja az ajándékozó. Még a legnagyobb jó szándékkal sem. Hiszen ha a gazdi jelölt pörgős, vehemens és hangos, nem biztos, hogy szeretné, ha a négylábú társa is ilyen lenne. Előfordulhat, hogy csendes, nyugodt, bújós kutyát szeretne inkább maga mellé. Ezt azonban az ajándékozó nem feltétlenül tudja felmérni. A nyíregyházi menhely dolgozói is rendszeresen találkoznak a balul elsült ajándékozás eredményével. Karácsony után, január környékén azért mindig találunk itt-ott-ott elhagyott, vagy eldobott leginkább kölyök kutyákat. Tavaly például az egyik állatöledes áruház parkolójában közvetlenül karácsony másnapján egy illatos, puha bundás, természetesen csip nélküli, fajta tisztának tűnő 8-7-es puli kiskutya volt kitéve, egy vadi új zöld nyakörvel a nyakában, és hiába nyíregyháza, és hiába agyonhírettük, senki nem jelentkezett érte, véletlenül nem véletlenül került oda az a kiskutya. Ez a kutya azóta szerető gazdinál van. Ha nem is karácsonyi ajándékként érkezik a kutyus egy családhoz, az első közös ünneplésnél érdemes odafigyelni. Nem szabad például engedni a kuncsorgó kiskutya szemeknek, ha az ünnepi menüről van szó. Ezek egy része ugyanis komoly gyomor problémákat okozhat. De veszélyt jelenthetne kedvencünkre az égő gyertyák, az üveggömbök és az elektromos fényfűzérek is. Az így keletkezett károk nem csak a kutya egészségét veszélyeztetik, a család ünnepi hangulatát és meghittségét is tönkre teheti néhány széttépett csomagolás, vagy a felborított karácsonyfa látványa.